Az Atleti tudja maga mögött talán az egyik, hanem a legizgalmasabb átigazolási időszakot. A klub rengeteg pénzt költött olyan játékosokra, akik mindenképp segítséget nyújtanak Simeone mesternek, azonban borsos árat kellett értük fizetni, gondoljunk csak Julián Álvarezre. Ma ezt az érdekes madridi projektet fogjuk górcső alá venni. Itt is vagyunk az Atletico-val. Az igazolásokat megcsináltam hivatalosan, amikor én ezt a videót feleszem, akkor a Gallagher transfer még nem ment végbe, de végbe fog menni, úgyhogy Gallagher is itt lesz majd a csapatunkban. És az első forduló lement már, ez volt a formáció, amit használt Simeone, mi is ezt a formációt fogjuk majd használni, nyilván lesz egy másik formációnk is, amit szintúgy fogunk majd használni, főleg itt Omorodion és Simeone miatt, ugye Simeone fia miatt fogjuk majd használni, illetve ebben a taktikában Griezmann, Álvarez és Zörlot is játszani fog, az a Zörlot, akit én kifejezetten nem kedvelek. Hoztunk egy cserekapust, nagyon olcsón a brémaiaktól, Iri Pavlenka fog majd érkezni, nyilván Oblak fogja itt a dandárját a szezonnak védeni, de Pavlenka is ott lesz, 31 éves, egy nagyon magas kapus, azok meg sose rosszak. 7 millió euróért eladtuk a Nizzának, viccelt, főleg ugye a kora miatt, hozunk majd helyette valakit, ugye itt Ronald Araújóra gondoltam, hogy őt el lehetne hozni, mert a Barcelonának amúgy is pénzügyi gondjai vannak, és szerintem hiába az egyik legjobb védőjük, sőt, talán a legjobb védőjük, nagyon sokat sérült, és nagyon sok pénzt tud belőle a Barcelona kiszedni, szóval ez egy abszolút logikus döntés lenne a barcelonaiaktól eladni Ronald Araújót, lehet, hogy rápróbálunk. Végül nem Araújót hoztuk el, hanem Tomás Araújót a Benficától. Ugye azt a portugál védőt, aki óriási jövő van előtte egyébként, mondjuk ez a másik Benfica védőre, Antonio Silvára is teljes mértékben igaz, de hát Araújó egy kicsit másabb fajta játékos, szerintem ő ebben a szezonban igazán ki fog virágozni majd a Benficánál, hogyha a Roger Schmidt vezetőedzőt minél messzebb rúgdalják Lisszabonból. Ugye Cholo Simeone nagyon kedveli az argentin játékosokat, hoztunk egy argentin védét, Cristian Romerot, a Hentest, ő lesz majd az egyik hátvédünk, ő egy fantasztikus védő a skilljei tekintve, fejben nála vannak problémák, illetve hát talán a tavalyi szezonban neki volt a legtöbb piros lapja a Premier League-ben, illeni fog a Simeone fociba. Szezon felénél inkább rosszul állunk, mint jól, 38 ponttal csak az ötödik helyen vagyunk. Hát viszont nagyon erős a mezőny, ugyanis ott az első és a negyedik között mindössze 2 pont van, mi tőlük vagyunk leszakadva a Girónával, és még talán a Real Betisszel, bár ugye azt nem feltétlenül tudnám mondani biztosra. A 8 döntetlen nagyon sok, én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, úgyhogy itt a szezon második felére valami nagy változást kell alkotni, mert az a 8 döntetlen nagyon sok. Azzal nem leszünk top 4-esek. A BL csoportokat teljesen randomizáltam, a Ferencvárossal, a Feyenoorddal és a Leverkusennal kerültünk egy csoportba, a Leverkusennal tovább is jutunk, 12 pontot szerzett a Leverkusen, az Atletico és a Feyenoord pedig 10-10, itt a jobb gólkülönbségünk, az a jobb gólkülönbség az egy nagyon jó gólkülönbség egyébként, amivel második helyen tovább jutunk a H csoportból, az Arsenal és a Club Brügge jut tovább, a Barcelona és a Shakhtar előtt, úgyhogy itt Hansi Flicknek nagyon úgy néz ki, hogy lefőtt a kávé rögtön az első szezonban, az Aston Villa Borussia Dortmunddal tovább megy a Copenhagen és a Braga ellen, a PSV csoportgyőztesként kiesik a Manchester City, Benfica Real Sociedad továbbjutás, Inter Man United Sevas, C csoportban, hát talán nincs meglepetés, Bayern München Real Madrid, a B csoportban, ugye a Brest is indul a Bajnokok Ligája idei kiírásában, a Girónával hát nagyon simán búcsúztak, a Sporting és a Lipcse jut tovább, a Paris Saint-Germain pedig a Galatasaray-jal együtt tovább megy, ugyan a Bolognának nagyon közel volt a továbbjutás, de hát egy gólon múlt. Majd az Arsenallal fogunk játszani a legjobb 16 között, ott lehet, hogy egy kupa kiesés is benne lesz a pokliban. Zörlot kikerült a kezdőből, és Samu Omorodion a kezdő csatárunk, egészen egyszerű oka van, Zörlot nem lő gólt, Samu pedig, amikor a csere csapat játszott, fantasztikus teljesítmény nyújtott, úgyhogy egyébként már pár hónapja ő a kezdő. Nézzük az Arsenal elleni meccset, majd a Metropolitánóból, illetve egyéb ők nyernek Gabriel Jesus góljával, illetve még annyit szerettem volna, hogy Molina is kikerült a kezdőből, és Llorente. Hát Llorente eddig is játszott középpályás szerepkörben, most inkább egy ilyen szárnyvédőt játszik, és Gallagher került be a kezdőben, ennyi változtatást eszközöltünk, viszont az Arsenal egy gólos győzelmet aratott, kicsit fáj, de hát meglátjuk, hogy az Emirates-ben mi lesz. Egyébként megszerezték José Gaya-t, összeáll a Gaya, Raya, Saka
3-as. Bevallom őszintén, jó lenne, hogyha kiesnénk. Nyilván lehet, hogy akkor kirúgnak minket, de a bajnokságra kéne koncentrálnunk, mert nagyon ég a ház. Lássuk, hogy mire megyünk. Büntetőkkel maradunk alul, 1-0-ra nyertünk a rendes játékidőben. Méghozzá Julián Álvarez góljával, Griezmann hagyott ki büntetőt náluk, Ødegaard és Gallagher. Nagyon nagy ütközet lehetett, sajnos alul maradtunk. A Real Sociedad nyeri a bajnokságot, számomra meglepő módon. Így a negyedik helyen vagyunk. Sok gólt kaptunk, ez a viszonylag furcsa rendszerünknek volt köszönhető, viszont rengeteget kaptunk, nyilvánvalóan, mert 5 darab támadó játékosunk volt tulajdonképpen. Nahuel Molina is kikerült a szezon végére a csapatunkból. Nem a védekezés a legnagyobb erősségem ebben a játékban, azt érzem, de legalább ütőképes támadó rendszereket tudunk létrehozni. Valamit ki kell találnunk annak érdekében, hogy ne legyen ennyi döntetlenünk, illetve hogy olyan játékosokat hozzunk, akik tudnak védekezni. Én azt gondoltam, hogy Llorente ezt tökéletesen meg fogja oldani. Hát nem biztos, hogy a Samulino Marcos Llorente páros a tökéletes nekünk, mint szárnyvédő. Griezmann 28 találattal, Samu Omorodion 23 találattal, és hát Julián Álvarez szerintem, aki az MVP, 20 gól, 15 assziszt. Llorente, mint szárnyvédő, majdnem hoz egy dupla-duplát. Correa, mint cserecsatár, ő is azért meglődözte a góljait. Gallagher fantasztikus szezon tud maga mögött, mint Cristiano Romero, nem tudom, hogy hány piros lapja van. Egyetlen egy sárga lapot kapott az egész szezonban, ez bagos lehet, ezt nem hiszem el, ilyen nincsen. Thomas Lemar is viszonylag 14 mérkőzésen, tehát abszolút nem sok vizet zavart. És itt van Samulino, aki nagyon jó számokat hoz, én ezzel abszolút meg vagyok elégedve, és hát Zörlot, aki meg nem játszott sokat, de az a 7 assist az tök király. Lehet, hogy használhattuk volna Samu helyett, bár én Samuval nagyon meg vagyok elégedve, 21 gólt szerzett 25 mérkőzésen a La Ligában. Én rá szeretnék építeni, 20 éves spanyol csatár, jövőre is ő lesz a kezdőnk. Nos, hát kipucoltam nagyjából a keretet erre a szezonra, viszont túlságosan támadó ez a formáció, rengeteg gólt kapunk. Tulajdonképpen 3 védőjátékosunk van, és Samulino és Llorente valószínűleg olyan magasról nehezebben ér vissza, mint szárnyvédő. Úgyhogy az ő szerepköreiket egy kicsit megváltoztatjuk. Ez így már egy fokkal jobban néz ki. Samulino helyett valakit hozni fogunk, aki jobb védekező játékos, mint Samuelino. Ő inkább egy nagyon progresszív játékos. Bár tulajdonképpen meg lehetne ezt oldani, hogy a középpályáról valaki belép a középhátvéd sorunkba, de szerintem inkább ezt a bal szárnyvédő posztot fogjuk. Hát igazából én Grimaldót nagyon szeretném, de Grimaldo sem arról híres, hogy mennyire jó védőjátékos lenne. Ő is inkább a progresszivitásáról ismert. Hát csak megvásároltam Alejandro Grimaldót, 77,5 millió euró, mindjárt mutatom, hogy itt honnan finanszíroztuk Grimaldót. Szóval elment Thomas Lemar 27,2 millióért a Milánhoz, Javi Galant 26,2-ért adtuk el a PSV-hez, illetve Molinát az Interhez adtuk el 75 millióért. Én szerettem volna megtartani Molinát, szerintem ő egy nagyon jó kis alternatívája lett volna Llorentének. Nyilvánvalóan majd így kell oda találnunk valakit, aki tudja pótolni Llorentét esetleg, hogyha hiányozna. Ebből az árból vettük nagyjából Grimaldót, szóval ilyen szempontból ott a Samulino-Grimaldo páros a másik oldalon megvan, és Reinildo is elhagyta a csapatot 22,4 millió euróért. Tehát viszonylag idős játékosok, akik elmentek, tehát Nahuel Molina talán az egyetlen, akit sajnálok, 26, tehát nagyjából ő a prime-jában volt, viszont a többiek már azért túl voltak a csúcson. Elhoztam Dybalát, 55 millió euró, ez teljesen nem realisztikus, hogy ő 55 millió, nagyjából ő 20 millió euró környékén mozog Paulo Dybala, de itt a játékban csak ennyiért lehetett megszerezni, úgyhogy lejáró szerződése volt egyébként Dybalának, szóval most mondjuk azt, hogy ez egy 20 milliós szerződés. Nagyon illeni fog abban, amit akarok játszani. Az a 3 év az talán kicsit sok egy 30 pluszos játékosnak. Ő egy elképesztő unikális profilú játékos, és attól függetlenül, hogy nem játszik sokat egy szezonban a sérülései miatt, amikor játszani fog, akkor extrát tud majd nyújtani nekünk. Nyilván olyan pozícióba hozzuk, ahol 3 klasszis játékos lesz így már a Dybala, Álvarez, Griezmann. Elképesztő minőség, és nem tudom, nekem valahogy így illik ebbe a csapatba, hogy Samu Omorodionról leveszünk egy kis terhet, hogy 3 ilyen klasszis játszik mögötte. Nyilván így tud majd ő is lubickolni. Megjöttünk, itt vagyunk, működünk, 4 ponttal vezetjük a Barcelona ellen a La Ligát.
Ugyanakkor nem kaptunk ki. A góljaink azok megmaradtak, sőt, emeltünk egy szintet, majd a 60 gólosak vagyunk a szezon felénél, azt nem hiszem, hogy 120 gólt fogunk rúgni, de nagyon-nagyon működik minden eddig, és a védekezésünk is vállalható. Vállalható, 23 gól, az teljesen vállalható. A Real Madridnál van 31 kapott gól, ők elég nagy lejtmenetben vannak, ami azt illeti. Még a Las Palmas kapott 30 fölött, és utána már csak Celta, Rayo, Cadiz nagyon sok gólt kapott, meg hát a kiesők, a Valladolid, az Eibar és az Espanyol. Mi ott csücsülünk a La Liga trónján jelenleg, plusz 36-os gólkülönbségünk az embertelen. Jó kilátások vannak ebbe a szezonba. Látszik, hogy a két visszahúzott szárnyvédőnk az jobban működik. És ez a veretlenségi széria, ez a Bajnokok Ligájában is kitart, ugyanis itt is csak egy darab döntetlenünk volt. Azt meg nem mondom, hogy ki ellen, mert nem tudom. 12 gól, amit lőttünk, és mindössze 3-at kaptunk ebben a nagyon erős csoportban. 16 ponttal torony magasan nyertük a csoportot. Hát itt nincs meglepetés, a Leverkusen és a Liverpool is tovább jutott. A Marseille megpróbálta kicsit a Leverkusent megszorongatni, de nem sikerült nekik. Aztán talán érdekesség, hogy a Sparta Praha jutott tovább 10 ponttal a bergámóiak előtt. A Barcelona kiesett a Bragával szemben, a United magasan nyerte az E csoportot. A Real Madrid és a Milán is tovább jutott, a Napoli Arsenal is, ez egy viszonylag erős csoport volt ez a C, a B csoportban sincsen meglepetés, és talán a Sociedad küzdhetett volna a Portóval, de hát ez nem nagyon jött össze nekik, a Manchester City veretlenül jut tovább az A csoportból, meglátjuk, hogy kivel játszunk a 16 között. Nagyon jó felüdülés ez nekünk, a Sparta Prahával fogunk majd játszani, itt tovább kell jutnunk, illetve azt is érzem, hogy komoly esélyünk lesz így bemasírozni a BL döntőbe is akár, ez a szezon ez nagyon jó lehet, eddig nagyon jól néz ki. Simuláció az nem nagyon kedveli Samut, én őt kedvelem, valószínűleg Griezmann kezd egyébként Samu helyett a mérkőzések dandárjában, és Dybala pedig Griezmann helyett játszik, hát mi nem így fogunk játszani, mert szerintem Samu egy elképesztően jó játékos, első meccs a Praha ellen, 2-3, azért az meleg volt. Hazai pályán azért kicsit nyugodtabb vagyok, 3-2-es előnyből, 3-2-es győzelemmel tovább megyünk, azért az a két kapott gól az sok, reméljük, hogy ez majd a továbbiakban nem így lesz. Nápolyiak keretében Bentancur, Akanji, Hermoso, Tierney, Reece James és Wilson az új ember, hát valószínűleg eladták Osiment, így jöhetett az, hogy ennyi játékost vásároltak. Egy cseppnyi félelem van bennem, de tényleg csak egy cseppnyi, lássuk az első mérkőzést, X, hát ez nem a legjobb eredmény, Wilson a 76-ban kiegyenlített. Eszközöltünk kettő cserét, Koke kerül be, és Griezmann lesz a kezdő 9-esünk Samu helyett erre a mérkőzésre, és 2-1-re győzedelmeskedünk Dybala és Alvarez góljával, hát egy nagyon késői Alvarez góllal, de Alvarez góllal. És már a döntő kapujában vagyunk, a Real Madrid kikapott az első meccsen a Liverpool ellen, mi pedig majd a Manchester United-dal fogunk találkozni, hát egy madridi döntő ismételten nagyon nagy királyság lenne. Vitor, Secretario vezeti majd a mérkőzés, az Estádio Metropolitánóban marad mindenki így, Samu kell. Samu nem fejlődik sokat, nem is játszik sokat itt a szimulációk során. 2-1-re nyerünk Julián Álvarez és Samu góljaival, Bruno Fernandes pedig megsérült 72-ben. Ez egy nagyon rossz dolog, nekünk viszont egy kicsit szerencsés ez a visszavágóval kapcsolatban. A Unitednél Carvajal az új ember, Paredes és Camavinga. Camavingáról ne feledkezzünk meg. Azért nem egy jó csapat. Tehát nem tűnik olyan jónak ez a United. Az Old Traffordon Llorente nem fog tudni majd játszani piroslapos eltiltás miatt, de ez sem probléma, ugyanis behúztuk a mérkőzést. Hát nem húztuk be, de 1-1, szóval összesítésben behúztuk. Megyünk a döntőbe. A bajnokságot végül elbukjuk, de nem csak a bajnokságot, a második helyet is elbukjuk. Mekkora bottle job volt ez az egész? Julián Álvarez a legjobb gólvágónk, 15 assziszt, 28 gól, elképesztő a pali. Dybala 41 meccs, nem tudom mikor játszott 41 meccset végig Dybala, 23 gól, 10 assziszt, Griezmann 19 gól, 14 assziszt, elképesztő volt ez a trió. És hát Samu nem játszott olyan sokat, valószínűleg Dybala érkezése miatt, ezt sajnálom. Rodrigo de Paul viszont azt mondta, hogy hát hogyha itt van ennyi argentin srác, ugye Dybala és Álvarez, meg ugye Romero is ott van a védelemben, akkor miért pont ő legyen rossz? Meg ugye ott van Correa is, úgyhogy azt mondta, én nem leszek rossz. Egy-egyel maradt le, tehát azért itt hiányzik neki, sőt, majdnem összejött a tripla-dupla is, ami Álvareznek összejött. Jó rendben, erről egy kicsit
Jorente, de Paul maradt le, Jorente 12 clean sheetben is benne volt, tehát védekezésileg is ő teljesen rendben volt. Rengeteg gólt lőttek egyébként a játékosaink, itt vannak a kölcsönös embereink. Fermieren sem, azt egy kicsit sajnálom, hogy Fermieren nem játszott, de nem volt igazából hatos posztunk, és kicsit később vettem észre, hogy CM-re kellene őket átalakítani, Koke is így járt sajnos. Araujo 3-at fejlődött, egyébként ő rendszeres csere volt, neki még kellene talán pár év, hogy be tudjon épülni, de abszolút látom, hogy Jimenez helyett ő be fog tudni épülni ebbe a csapatba. Romero fejlődött 2-t, és Oblak kapus is fejlődött 32 évesen. Megszerezte a Liverpool Pedro González-t, Acuñát, és a többiek. Nem értem, hogy Szoboszlai Bér nincs ebben a csapatban, de soha nem rakja be a játék. Mindig csak csereként a 80-ban. Ez amúgy nagyon zavar. Nyilvánvalóan így már lehet tudni, hogy a Liverpool ellen fogunk majd játszani a San Siroban. Samu fog nálam kezdeni, és Geleger is a kezdőben lesz itt a kedvetlen és nem olyan jó sharpness-szel rendelkező játékosok közül, és majd Dybalát az utolsó 30 percre bedobjuk, hogy legyen egy game changer játékosunk, hogyha lesz rá szükségünk. Ha nem, akkor is berakjuk, mert Dybala megérdemli. Liverpool kezdi majd a találkozót. Nyilvánvalóan Szoboszlai megint nincs ott a kezdőben, nem is értem, hogy miért, de Wataru Endo, aki egyébként létszám feletti lett itt a valóságban, ő természetesen kezd McAllisterrel, illetve Curtis Jones-szal. Álvarez, az jó megoldás, Julián. Továbbra is egyébként a 142. PlayStation 5 kontrollerem az, ami ismételten driftel, szóval valószínűleg Álvarez ilyen dolgokat művelt, úgyhogy csak óvatosan, mert itt bármelyik pillanatban benne van az, hogy valami rosszul sül el, Grimaldo, az Griezmann-tól egy gyönyörű labda átvétel, és abból akár a nagyöreg mehet is, be is lehet akár pöccinteni középre! Alisson, atya úristen, mit fogott! Jött a szöglet, nem is néz ki olyan rosszul, Romero lefejeli, de Paulnak nem volt kéz! Álvarez aztán egy óriásit fejel, hát azért ezt én nem fújtam volna vissza. Julián Álvarez élete Robin van Persie gólját fejelte, de ez kéz miatt valószínűleg büntető lesz. Így is van, hát ez egyértelmű kezezés Van Dijknál. Sajnos gólt szereztünk belőle. Lássuk a tízit. Griezmann áll oda. Be kéne lőni. Alisson Becker kapusnak és be is lövi. Hát tulajdonképpen ez Julián Álvarez gólja. De hát Grizi szerzi meg a vezetést a 15. percben. És hát buliznak itt a spanyol, hát argentin csapattal. Grimaldo. A Grimaldónak most mennyire jó lenne, hogyha Samu lenne középen, de Samu nagyon le van maradva. Talán most egy óriási beadás, Samu! Még egy 11-es, Konaté üt bele! Hát ez a játékvezető egyre szimpatikusabb. Na nézzük Konatét. Hát valóban elütötte. Azt kell mondanom, hogy két jogos 11-es, amit kaptunk. Próbáljuk meg ugyanoda Griezmannnal, és hát ugyanabba az irányba megy. Kedves Alisson Becker ugyanazt a hibát véti el. Antoine Griezmann két büntető, hát fantasztikus. Fantasztikus teljesítmény, a harmadik. Egy Mester 3-ast azért csak büntetőből kellene összehozni. Fantasztikus táncokat lejt. A torpedó törzsnek. Grimaldo. Ojajajajajaj. McAllister, ez egy Grimaldo. Van benne Kraft. Óriási játék, és Grimaldo azt be is tudja tekerni. Ez most sajnos nem volt kezezés. Mondjuk az, hogy Ibu mellett el tudta Julián Álvarez fejelni, az a világ egyik csodája lehet. Grimaldo, óriási játék. Grimaldo eddig fantasztikusan játszik egyébként, az nem egy jó passz, de megoldjuk. Jimenez, Grimaldo, és Trent szerel, jöhet egy bedobás. Nagyon veszélyesek vagyunk. Tulajdonképpen nekünk volt egyedül helyzetünk. Grimaldo, be lehet adni Álvarez! Oblak kapus, kicsit nehézkesen veszi át. Romero. Jó az a labda, Jorente. Jorente oldalán nem igen próbálkoztunk még, de most Jorente előtt egy óriási folyosó nyílik, és Jorente ezt ki is tudja használni. A beadás az nem tűnik jónak, viszont azt hittem még egy 11-es. Kezdtem örülni. González-t kiállítja a játékvezető. Hát nagyon szimpatikus ez a spori. Mondjuk ez elég undorító megoldás volt Pedro González-től. Kloppnak se nyert el a tetszését, nekem annál inkább. Két büntető, egy piros lap, hát óriási bírói hátszéllel, de megyünk. Jorente. Jorente. Az nem jön be rosszul, Endo. Benne kéne tartani. És így szöglet.
Griezmann szöglete. Nem tűnik annyira rossznak. Julián Álvarez laposan megpattan. Beleüt talán ez a rossz megoldás, és Samu! Még mindig ott van Álvarez mellé. Beáll nálunk Koke. Méghozzá De Paul helyett. Nagyon szeretném, hogy Koke emelje magasba ezt a trófát. Nem nagyon hiszem, hogy ebből veszítés lenne, mérkőzés veszítés lenne. Az viszont egy óriási hiba tőlem. A driftelő kontroller átka. Llorente. Álvarez. Samu akár robokat is, és Samu kapja is. Hát a driftelő kontroller úgy gondolta, hogy most visszamegyünk. Koke. Durrancsuk rá. Fantasztikus, ebben azért több volt. Most sikerült a játéknak beállítani Curtis Jones helyére Szoboszlait. Valószínűleg így egy kicsit veszélyesebbek lesznek, de hát González már elintézte, hogy egy emberrel kevesebben játszanak. Darwin. Darwin 19 ember között. Egészen addig, amíg Lenormand ki nem x-eli. Ő csak besárgul. Endo. Endo. Acuña. Grimaldo. Griezmann. Omorodion. Kicsit fáradt Omorodion. Lehet lassan jöhetne Dybala. Grimaldo. Griezmann. Grimaldo talán jönne. Így is van. Grimaldo. Be tudja Grimaldo adni Samu Omorodion! Az most talán egy veszélyes helyzet lehet. Darwin Núñez. Núñez. Be lehet adni. Fú, de rosszul. Acuña. Llorente. Acuña. Aztán Cristiano Romero. Érdekes, hogy nem szabálytalan eszközzel. Óriási játék Álvareztől. Gallagher. És akár egy kontrából most nagyon veszélyesek is lehetünk. Gallagher. Hát ez egy nagyon rossz megoldás. Viszont marad nálunk a labda. Koke. Grimaldo. Grimaldo. Be tudjuk tenni. Samu Omorodion. Alisson. Darwin Núñez helyett jön Cody Hakpo majd a 75. percben. A Liverpoolnál nálunk pedig 29-essel Samu Omorodion hagyja majd el a játékteret, és 21-essel Paulo Dybala érkezik majd a matracosokhoz. Griezmann. Össze kéne gyűjteni Kokénak. Koke. Gallagher. Crystal Palace-ba sok ilyen gólt lőtt Gallagher. Most a labdát sem találja el. McAllister. Az jó lehet Hakpóhoz. Hakpó nagyon szépen kijátszák. Szoboszlai óriási helyzetben. Szoboszlai jó a passz is. Hakpó szépít a Liverpool. Hát be kell lőni a helyzeteket. A második fél időben bőven voltak helyzeteink, de hát Alisson kapus, vagy pedig a drift megakadályozta itt a dolgokat. Van Dijk. McAllister. Nem kéne visszaengedni őket a meccsbe. Bár már sikerült valamilyen szinten őket visszaengedni. McAllister. Nagyon jó a pressingünk. Van Dijk. Megélinkölt a közönség hangja. Szoboszlai. Endo. Nekünk bőven jó, hogyha hátrafele játszanak. Van Dijk. Arnold. Nagyon tudják kihozni a labdát a liverpooliak, úgyhogy Alisson kapusnak kellene megoldani, de Alisson kapus nagyon rossz megoldást választ. Álvarez. Nem tudja megtartani Acuña. Hakpo. Szoboszlai. Hakpo. És az úgy nagyon veszélyes lett. McAllister. Jimenez. Nagyon tanári megoldás Jimeneztől. És ez a vége. Ez a vége. Hát egy csodálatos első félidő után akcióból ugyan nem szereztünk gólt, de Antoine Griezmann kettő büntetőből szerzett találatja kellett nekünk ahhoz, hogy végül 2-1-re legyőzzük a Liverpoolt. És egy piros lap az első félidő derekán. Abszolút szerintem megérdemelten nyertünk. Több helyzetünk volt, ugyanakkor a Liverpool akcióból több volt lőtt. Köszi, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel. A nyereményjátékkal kapcsolatos infóknak a linkjei a leírásban, az Insta, meg igazából csak ennyi kell. Meg a Discord, ha esetleg az érdekel. Legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!